Tiltakozás egy átnevezés miatt. Megváltoztatná a Szegedi Ságvári Endre Gimnázium nevét az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A csendőrök által 1944-ben tűzharcban agyonlőtt Ságvári Endre ugyanis a történészek szerint részt vett a kommunista diktatúra megalapozásában, ezért a Tudományos Akadémia szerint nem ajánlott intézményt elnevezni az egykori antifasiszta ellenáróról. Az intézmény diákjai tiltakozásba kezdtek. Szalagavató bál a Szegedi Ságvári Endre gyakorló gimnáziumban. A videó idén januárban készült. Elképzelhető, hogy 60 év után ez volt az utolsó ságvári szalagavató. A Magyar Tudományos Akadémia 3 évvel ezelőtt úgy döntött, nem ajánlott Ságvári Endréről intézményt vagy közterületet elnevezni. A Szegedi Tudományegyetem azonban a tiltakozások miatt eddig nem lépett. Szegeden több mint 6 évtizede mindenki ságváriként ismeri a patinás gimnáziumot. Sem a volt, sem a jelenlegi diákok nem akarják a névváltoztatást. A rendszerváltás után egyszer már kísérletet tettek az átnevezésre, de az ellenállás miatt ez akkor nem sikerült. A névváltoztatás terve miatt tiltakozott a 37 éve az iskolában tanító Barok István. Írása gyorsan terjed az interneten. Egyebek mellett azokhoz a kormánypárti politikusokhoz is szól, akik a Ságváriban végeztek és mindig büszkék voltak erre. Az volt a cél, hogy hallja meg a világ, hogy ez nekünk fáj, hogy tőlünk ne vegyenek el 60 évünket, és abból nekem 37-et. Ez nekem az életem. Tehát, ha ez nincs, akkor semmi nincs. Az iskola filmes oldalára készíti videó összefoglalóját a tervezett névváltoztatásról Nagy Gergely, a fiatal diák is a Ságváriba jár. Azt mondta, a ságvárizmus egy olyan eszme, amit csak azért, aki ebbe a gimnáziumba járt. Az iskola neve már hozzájuk nőtt, és ők ragaszkodnak hozzá. Minden rokonom ide járt ebbe az iskolába. Kiskorom is rengeteget hallottam, hogy Ságváriba jártam, és hogy ez milyen jó dolog, ha megváltozna, ez meg valamilyen szinten elveszett. A diákok többsége azt mondja, akár utcára is vonulnának, hogy így tiltakozzanak. A Ságvári Endre védelmében felszólalók szerint antifasiszta ellenálló volt, aki életét áldozta elveiért. A jobboldal szerint azonban kommunista rendőrgyilkos. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta híradónknak, nincs mérlegelési lehetőségük. A Magyar Tudományos Akadémiának egyértelmű az állásfoglalása, hogy Ságvári Endre neve sem részletében, sem egészben nem fogadható el a törvény szerint bármiféle közintézmény közterület neveként. A gimnáziumot fenntartó Szegedi Tudományegyetem rövid közleményt adott ki. Ebben azt írják, az átnevezéssel járó feladatokban együttműködnek a szakminisztériummal.